meghökkentő dolgot állít Pataki Attila édesanyjával kapcsolatban. A zenész azt mondja, táltos képességekkel rendelkezik, amivel édesanyját segítette a túlvilágra, különleges erejét pedig egy természeti jelenségnek köszönheti. Vendégünk a stúdióban, Pataki Attila, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szia! Mikor ment el édesanyád? Jó 2 évvel ezelőtt halt meg édesanyám, pontosan 1 nappal a születésnapom előtt. Úgyhogy az egy megrendítő dolog volt, de bocsánat, de annyira morbid, de mégis engedjétek meg csak annyit, hogy hírekben is láttam, hogy édesanyját segítette a túlvilágra, ami nagyon-nagyon rossz ízűen volt megfogalmazva, nem. Persze. Édesanyám kért arra, hogy ha eljön a vég, és ő már úgy érzi, hogy méltatlan az a vég, akkor kisfiam azt ígértett, hogy na, akkor segítesz nekem, ahol a tátos dologgal tudod, akkor segíts. Uh-huh. Ha én azt mondom, hogy menni akarok, akkor hadd menjek, kisfiam. Mi az a tátos uh-huh. dolog? Hát nézd, nagyon régen, nagyon-nagyon-nagyon régen, 12 éves koromban egy gömbvillám becsapott mellém, akkor történtek dolgok, egyebek, minden, sok mindenfajta olyan, amit akkoriban nem mertem elmesélni, aztán később elkezdtek érdekelni azok a dolgok, a látható és a láthatatlan világ, az érzékelhető és a nem nagyon érzékelhető világ, és akkor ezekben elindultam, tanultam és érdekelt. És ugye, aki szkeptikus kész. És aki szeret és aki nem szeret téged, az is ilyenkor úgy áll hozzá, hogy Attila, te régen olyan normális ember voltál, mi történt veled? Na kezdődik. De jó, oké, ne, ezt most komolyan kérdezem, hogy te mikor vetted magadon először észre azt, hogy valami nem olyan, mint mondjuk egy átlagos embernél. Mikor vettél magadon észre először különleges képességet, különleges érzést, bármit, ami nem normális? Kinek? Nekem normális volt. Neked akkor nekem mi mondjuk nekem mondjuk nem az. Igen. Abszolút ezután a gömbvilám dolog után történt az, hogy voltak olyan álmaim, amit hosszú ideig még édesanyámnak sem mertem, ő volt a mindegy tudok tudója. Hát hogy én merre jártam, mit láttam, milyen érdekes dolgokat álmodok, és kész. És ezzel anyával mertem először beszélgetni erről. És aztán természetesen, amikor ez elkezdett érdekelni, akkor utána néztem, mentem, utána olvastam, és rájöttem, hogy azon kívül, amit te, ember, én a nem normális, és a normális emberek, érzékelnek, az a valóságnak egy ilyen 3-4-5%. Engem elkezdett érdekelni, hogy mi a 95, a nem látható, a nem érzékelhető. És ezek a nem érzékelhető dolgok után mentem, és elkezdtem vele foglalkozni. Ennyi, az életem 98%-át az Edda és az életem és a fiaim töltik ki. És ezt imádjuk. Félrevésd, én nem piszkálódni akarok, érdeklődéssel fordulok a témáidat, mert tudjuk, hogy vannak köztünk különleges képességű emberek. Az izgat, hogy benned mi ez a különleges, és hogy vetted észre, és tulajdonképpen mikor jött el, és mire használod? Nézd, a hétköznapi életünk és a neveltetésünk és a létezésünk az lehatárol, a lehatárolásra nevel minket. Tehát egyre több határt szabunk, akár saját magunknak is. Én pedig pont fordítva éltem meg az életemet 12 éves korontól, én nekem pedig egyre nyitottabbá vált az élet, a látásra, az érzékelés, egyebek, minden. És ehhez tartozott az, hogy sok mindent tudok olyat, amit más nem tud, vagy éppen azért nem tudja, mert nem érdekelt. A dimenziókról, teher vagy egy öröm, vagy egy boldogság? Hogy ne lenne boldogság például abban az esetben, amikor tudom azt, hogy édesanyám, aki ugyan Isten hívő volt és Mária hívő volt, de azért ő is tartott attól, hogy kisfiam azért a halál után hogy van. És én erről el tudtam vele beszélgetni nagyon sokszor, és meg tudtam nyugtatni, és átsegítettem ezen a halálkapun, amitől annyira rettegnek. Neki, hogy mi az, ami ott fogja válni. Igen, és ebben az volt a nagyon nagy, hogy a hete van a Dunakeszén egy csodálatos európai világhírű hölgy, egy médium, aki tud abban segíteni, hogy 7 napig lehet kommunikálni, aránylag könnyen lehet kommunikálni az eltávozottal, és én a 7. napon tudtam édesanyámmal kommunikálni, és az annyi volt nagyon röviden ebben a pár percben, amivel elfér, hogy kisfiam, köszönöm, tényleg ugyan minden, ahogy mondtad, kisfiam, tényleg ugyan itt vannak a rokonaim, a testvérem, itt vagyunk. Igen, hát, és szép vagyok, hogy mondtad, én megszabhatom, hogy milyen testben vagyok, és én a 20 éves testen választottam, és hát amennyiben ez test, de ragyogok, nagyon szép vagyok, és egy tópartjára teremtettem magamnak egy kis házat, és olyan szép minden, és nem fáj semmi, kisfiam, igazad volt, nem fáj semmi. Ha csak ennyi, akkor már boldogsághoz kész. Akkor tudsz vele kommunikálni, amikor te akarsz, vagy ezek így váratlanul törnek rád, ezek az érzések? Nem, ez abszolút tud ma már akár irányított is lenni, de például érdekes volt, 2 héttel ezelőtt volt egy koncert után, úgy éreztem, hogy nem haza kell menni az utat, hanem Miskolcra. És nővérem is telefonáltam, és a halála óta, az miatt eltemettük ott Vazsárban, azóta mi ketten nővéremmel nem voltunk a sírjánál, és szakadt az eső, és mentünk. És felkaptam a nővérem, mentünk, és kimentünk, és az egyik
esernyő alá oda tettük a gyártát, meg amiket mi, kis titkainkat, amiket mi akartunk, másik esernyő alatt ott voltunk, és a kerítésen, a temetőkerítésen kívül hagytuk ezt a rettegésre félelemre épült világot, és bent ott, ahol sírni szoktak zokogni és elbúcsúzni, ott mi nővérem után írt egy SMS-t, itt van a telefonon, meg tudom mondani, szerintem azt mondja, életem egyik legboldogabb fél órája vagy 3-4 órája volt, olyan csodálatos egységben voltunk mi ketten, ő kín hagytuk a kerítésen kívül, mondom, a kínjainkat, a bajainkat, mindent, hétköznapokat, és ott voltunk anyával, és éreztem, hogy anya átölel minket, az anyaféle létezés, de engem az sem érdekel, ha én képzelem úgy, és a nővérem. Mi úgy képzeltük, úgy éreztük, és boldogok voltunk. Ez egy nagyon fontos, ez egy boldog pillanat volt nektek. Köszönjük szépen. Attila, nagyon szépen köszönjük. Sziasztok.